Itt van velem a vonalban Dovicsi Máté, a Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat elnöke, és vele beszélgetek ma egy kicsit a diák munkáról. Szia, köszöntelek! Szia, sziasztok! Kezdetben mesélnél nekünk egy kicsit arról, hogy milyen diák munkák, amik most a leginkább gyakoriak, milyen pozíciókra mennek el nyáron dolgozni a diákok, ezekről van-e valami információd? Igen, én úgy tapasztaltam, hogy mostanság leginkább a éttermi munkák, vendéglátás és a bolti kisegítés a leggyakoribb, értve itt mondjuk a mosogatást, konyhai kisegítést, de akár a pénztározást, árufeltöltést, raktározás feladatokat, pakolást, hasonlókat. Ezen kívül vidéken, aki dolgozik esetleg, ott az idénymunkákban is sokan keresnek segítséget. És mit gondolsz, ezek olyan pozíciók, amiket esetleg a későbbiekben, a jövőben is szívesen végeznének, akár mint főállás, vagy ez inkább megmarad ilyen kamaszkori diák munkának? Szerintem ez leginkább attól függ, hogy a diák milyen intézménybe jár, mert aki ezt a szakmát tanulja, például aki vendéglátást tanul, annak ilyen szempontból kézenfekvő, hogy a gyakorlata egyben ugye véletlenül a későbbi munkája is lesz, és hogy ebben ő többet is tud dolgozni, akár mind csak a kötelezően előírt gyakorlat. Viszont a gimnazistáknak ez leginkább egy ilyen kényszer munkának mondható, olyan szempontból legalábbis, hogy a későbbiekben valószínűleg nem ezt fogják dolgozni. És melyik azok a platformok, honnan értesülnek a diákok leginkább a munkákról? Nem tudom, ezt így megbeszélik-e egymás között, vagy van külön szervezet erre? Igazából a leginkább, ahol az ilyen információk vannak, azok a diák szövetkezeteknek az oldalai, akár Facebook oldal, Instagram oldal, weboldal. Egyrészt a diák szövetkezetek terjesztik az információkat, másrészt pedig a barátok, osztálytársak is sokszor dobnak be ilyen lehetőségeket, hogy ide kéne egy-két ember, oda kéne egy kis kisegítés, kérne rá most. Tehát, hogy ilyen beugrós vagy baráti ajánlás alapon is sok munkája jut hozzánk. És régen így a köztudatban benne volt az, hogy a nyári diákmunka tulajdonképpen arra elég, meg arra gyűjtik, hogy a nyári kis fagyjaikat, üdítőket esetleg meg tudják maguknak engedni, saját maguknak ki kelljen fizetni, anélkül, hogy a szülőt terhelnék ezzel. Most viszont azt tapasztalom, hogy nagyobb célokat tűznek ki maguk elé a diákok. Erről tudsz-e nekünk mesélni egy kicsit? Igen, ezt én is így vettem észre. Mostanság a legtöbben inkább kicsit spórolnak, gyűjtögetnek, és leginkább én úgy vettem észre, hogy utazásra szeretnék elkölteni, kicsit világot lássanak, környező országokat megnéznék. Ezen kívül pedig elektronikus eszközökre gyűjtenek nagyon sokan, laptopra, számítógépre, új telefonra, drágább kisükre. És hát vannak olyanok is, akik egyébként ebből a pénzbe befektetnek, de ezt tegyük hozzá, hogy ez a kisebb réteget jelenti. Még mindig leginkább utazás, szórakozás, nyári bulik, hasonlókra megy el a pénz. Itt említetted ezt a befektetéses dolgot. Milyen befektetések? Én úgy vettem észre egyébként, hogy a mostanság nagyon menő lett a diákság körében is a magyar államkincstárnak az állampapírjai, és egyre többen fektetnek bele ebbe, akár hosszabb, akár rövid távon, de sokan úgy jönnek vele, hogy ez tökre megéri, mert igazából egy biztos forrás itt a növekvő inflációban ez. Köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk, és én további sok sikert kívánok neked! Köszönöm szépen!